Az ötödik mérkőzésen megtört a jég, gólhátrányból Tatabányáról 2-1-es győzelemmel térhettünk haza, egészen pontosan a Budaörs elleni mérkőzésről. Milyen érzelmek törtek fel a csapatban a lefújás pillanatában? A srácokban, illetve a fiatal csapatunkban óriási örömünnep volt, mivel NB2-ben ez a gárda, akik még nincsenek egy hónap se, ja se együtt, egy nagyon értékes győzelmet arattak Tatabányán a Budaörs otthonában. Eddigi játékunkkal se volt baj, mert sok mindenki leírt licenciány miatt, egyéb fiatal, 8-9 fiatal szerepel mérkőzésenként, nem is 99-es, hanem 2001-2002-es születésű fiatalokkal van tele tűzdelve a csapat. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy az eddigi jó játék most már pontokkal párosult. Picit játszunk a számokkal. 5 mérkőzésen vagyunk túl, van 4 pontunk, lőttünk 4 gólt és kaptunk 6-ot. Nagyon úgy tűnik, hogy a védekezésünk az teljesen rendben van. Ez az alapja a játékunknak? Egyértelmű, hogy a fiatal csapatnak egy biztonságos védekezésből kell, ahol megvan az idősebb mag, és a szélén a fiatal nem olyan tapasztalt játékosok, de le a kalappal most ez az egyveleg pontokat ért. A legfontosabb, hogy a csapat úgy tud kompaktan működni most már a pályán, most már egy nagyobb az összeszokottság, és a srácok érzik a bizalmat, amit a szakmai stáb feléjük tart, illetve érzik azt, hogy itt ennek a klubnak a tagjának lenni milyen nagy dicsőség. Lásd, hogy a szurkolók most is elkísérték a csapatot, valamint az itthoni mérkőzéseken, eddig csak vesztes mérkőzéseken is a szurkolók odahívták a csapatot és ünnepelték. Még maradjunk egy kicsit a védekezésnél. A védekezésben két balmazújvárosi nevelésű játékos is kulcs szerepet vállal mérkőzésről mérkőzésre. Ugye a Vác elleni hazai mérkőzés, amíg az előző szezon végén bemutatkozott Ferenczi József a kapuban, illetve akkor mutatkozott be hazai közönség előtt, egy idegenbeli mérkőzés után Varga Balázs is. Milyen az ő játékuk, hogyan tetszik a szakmai stábnak? Mivel fiatal játékosokról van szó volt arról, hogy a Ferenczi József még éretlen, de le a kalappal előtte, mert mérkőzésről mérkőzésre egyre stabilabb, jobb teljesítmény nyújt. Az, hogy neki még úgymond hangot kell adni a játékának, mert egy kapus, ha kijön, akkor kiabálni kell, tekintélyt parancsolóan, de a többi adottsága minden adott ahhoz, hogy ő belőle nem is NB1-es vagy válogatott kapus, de nagy jövő előtt állhat. A Varga Balázs pedig egy nagyon szorgalmas és nagyon alázatos labdarúgó, és egy példa lehet a korosztályának, illetve a fiataloknak, mert így egy ilyen hozzáállású fiatalnak, jó tanulás mellett, ilyen hozzáállású fiatalnak hatalmas jövő áll a labdarúgás pályafutásában. Térjünk rá a támadókra. 5 mérkőzésen 4 gólt szereztünk, talán lehetne egy kicsit több. Mind a 4 találatot a góllövő lista élén álló holtversenyben az élen álló Szabó Balázs szerezte. A többiekben vannak oltva gól ellen? Mérkőzéseken úgy jött ki, hogy a Szabó Balázs a befejező csatár, hiába árnyéket játszik. A fiataloknak itt jön be a rutintalanság, illetve az a döntéshozatal a kapu előtt, hogy mit csináljanak a döntő szituációba. Az úgynevezett anticipáció, hogy a legjobb döntést hozzák, itt most a Balázsra jönnek ki. Balázsnak is megvoltak még ezen a mérkőzések, és 2-3 olyan helyzet, ami legalább olyan nagy helyzet volt, amiből gólt szerzett. Az, hogy a Sármány Kristóf a kooperációs szerződésben lokis játékosunk most már lepasszolta, és gólhelyzetből a nagyobb helyzetben levő Szabó Balázsnak oda passzolta a labdát, amit Szolnokon még nem tett meg. Ez már mind azt jelenti, hogy a csapat kezd azért csapattá válni, ne csak én szerezzem a gólt. Ez a
egy külön pikentéria, hogy most a Szabó Balázs vezeti a góllövőlistát, és a többiek még nem szereztek gólt, de hiszem azt a holnapi Dorog elleni mérkőzésen más is feliratkozik már a góllövőlistára. Rendkívül fiatal csapatunk van. Ahogy én néztem, az MB2-ben bevethető játékosaink átlag életkora még a 20 évet sem éri el. Kezdik már felvenni az MB2 ritmusát? Felvették a MB2 ritmusát, és nagy örömömre szolgál, hogy bár mondom, egy hónapja se vagyunk együtt, hogy sikerült olyan csapatot kialakítani, köszönhetőnek itt a DVSC-vel kötött kooperáció szerződéssel, és azok is nagyon szeretnek idejönni, és szeretnek itt edzeni. Ez azt jelenti, hogy jó közösség van kialakulóban, illetve alakult ki, ahol öröm futballozni, és ez az öröm, ez majd későbbiekben a közönség is fogja tapasztalni, hogy bár a legutóbbi heten 7 alkalmával még csak azt mondtam, hogy jönnek a pont, valamint a pont. Nem a levegőbe beszéltem, hiszem azt, hogy a Dorog ellen is a hazai mérkőzésen meg lesz a pontszerzés, illetve az első győzelem is meg lehet. Bizonytalanság ide, bizonytalanság oda. Az MLS kiküldte a játékvezetőket a mögöttünk látható pályára a Dorog elleni mérkőzésre. Mi kell ahhoz, hogy hazai környezetben is 3 pontot szerezzen a csapat? Az összeszokottság, ami már most Budaörsön egyértelműen megvolt, vagy a Budaörs ellen már egyértelműen megvolt, és az, hogy a csapat végig koncentrálni tud 90, illetve a hosszabbítás perceiben is, ez azt jelenti, hogy ebben is előreléptünk. A mérkőzések nagy részét a utolsó 10 percben veszítettük el, vagy az utolsó negyed órában, gondolok itt a Szolnok, illetve a Csákvár elleni mérkőzésre. Ez más kávéház, mint egy utánpótlás bajnokság, és nagyon örülök neki, hogy a fiatalok egyre inkább beállnak a sorba, de aki megkapja a bizalmat és dolgozik becsületesen az edzéseken, azok odaérnek és ilyen eredményeket fognak elérni.